Sziasztok! Idén belém bújt április bolondja, mikor elhatároztam, hogy egy új csapattal fogom végig trollkodni a PvP mezőnyt. Ez persze nem is kellett más, mint az egyik legerősebb karakter, Ultra Rosé, tripla Zenkai Ability Buff-okkal, és kettő a Dragon Ball univerzum egyik leggyengébb karakteréből, Satánból, alias Herkulesből. A csapatban persze van némi szinergia is. Hero Satan a játék elején garantálja az ellenfél csapatának paralizálását, melyből Ultra Rosé profitálhat, hosszú kombókat felépítve. Ha le is járna a paralízis, Rosé kék kártyája képes tovább paralizálni az ellenfelet, így, ha mázlin van, az ellenfél meg se tud majd mozdulni a játék során. És mit ad Sparking Satan Rosénak és a csapatnak? Igen, bizony még több kék kártyát, vagyis még több paralízist, valamint abban az esetben, ha az élete lecsökken, buffokat. Kis szerencsével az ellenfeleim megfeledkeznek még arról is, hogy bizony egyszer még újjá is tud éledni. A csapat igazi ereje nem is a karakterek egyéni teljesítményéből fakad, Rosét leszámítva persze, hanem abból a pszichológiai terrorból, hogy az ellenfél véletlenszerű időpontokban egyszerűen képtelen megcsinálni azt, amit szeretne. Ez pedig szörnyen idegőrlő tud lenni, a stresszre hajlamos játékosok pedig el is veszíthetik a kontrollt. Sokan a kitűzött cél érdekében játszanak, meg akarják szerezni az RP-t, a kristályt, az LFZ Power-t, a kincses ládákat, vagyis hajtja őket a teljesítménykényszer. Ezzel szemben az én célom a szórakozás és a trollkodás, így attól sem érzem magam rosszul, ha esetleg kikapok. Nem úgy, mint az, aki a fél fizetését egy olyan ultrára költötte, aki meg se tud moccanni egy híró karakterrel szemben. Na de lássuk, milyen a csapat a gyakorlatban. Első ellenfelem pedig rögtön Rosé. Csak meg kell várni a megfelelő időpillanatot, és mehet is a támadás. Szép sebzésünk van pánon. Ó, és még egy tökély. Nem baj, a zöld kártyát nem dobta el. Ezt elkapom. És mehet a kék kártya. Viszlát Bizthan. Na, most neki is van egy kéke. Kóstolgat. Na, ezt elcsesztem. Nem baj, azért van itt, hogy adjon push sebzést egy kis tankorás után. Akkor már csak 4 timer count-ig kell kihúznom. 3. 2. Már nem lesz meg. Melenyomtam. És a legjobb időpillanatban a paralizálás. Bye bye! Na hát megy ez, gyerekek, megy ez. Következő ellenfél, hát ez most nem kapott gyors paralizálást azért, mert VB, és ő immunis erre a történetre. Tehát azért van Rosénk, hogy ezeket az apró problémákat nekünk kezelje, orvosolja. Hát gyorsan becserélte Gogetát, és ezt a kék kártyát inkább nem akarom megvárni. Viszont már is ott van a drágaság. Jöhet az időhúzás. Csökkenti elméletileg a subcountokat. Úgy van. Egy újabb adag paralízis miatt nem bánom, annyira hírót föl kellett áldozni. Micsoda összecsapás, kérem szépen. Nagyon úgy néz, hogy egyedül maradt Rosé. Na, jól lehozza a 3v1-be. Hát, nem túl jók az esélyeink.
De mondjuk a paralízis segít ebben a helyzetben is. Ó, ezt viszont betalált. Paralízise, paralízis. Színsemlegesség. Viszlát Gogeta. Segítenek a piciklónok. Na, csak ketten vannak hátra. A jó idő pillanatban. Na, hová lettek a kártyáid? Na, a zöld kártyából kék lesz. Látszik, hogy kezd idegessé válni a kolléga. Na, még egy kék kártya. És ezt a meccset is lehoztam. Ez az android is immunis rá. De a hülyeség ellen nem immunis. Milyen gyorsan kimentette. Szerencsére a kék kártyával. Ó, one-shotoltam. Megvannak a Satan buffok, és megvan a paralízis. Hajrá, hajrá! Az kikerült-e? Másodjára nem fog bejönni ez a trükk. Na, tetézzük egy kicsit. Ez kikerüli. Még jó, hogy van Blast Armorom. Színsemlegesség miatt van egy kis esélyem, hogy elkapom ott az androidot. És elég lett, helyes. Sokat nyomja a tekült. Kifigyeltem most taktikáját. Ezzel a Majin Vegeta-val vigyáznom kell, mert az egész csapatomat kint tudja nullázni az ultiával. És ott a kétségbe esett védekezés. Ennyi még telepér, ezt még le tudom tankolni. És a paralízisbe is jött. Szervusz Gogeta. Jó, Blastra nem fog tudni káverelni. Ez a szátán, tankolt Gogeta, tankolt, tankolt. Megvan az Endurance, haha. Na, kerülgessük egy kicsit egymást. Haha. Egy gyomros Satan bácsitól. Hú, de fél valaki Rosétól. Na, hogyan tovább? Vajon elugrik? Hát... őt el kéne kapni egész hamar. Mielőtt használja az ultiát. Na, paralízis, paralízis. Leszem. Ki gondolna a kék kártyára ilyen helyzetben, mi? Kapott. Nem baj, Satan megtette a dolgát.
Na. Az enyém átmegy a tieden. Szarusz! Kétségkívül rendkívül fán csapat. Még ha nem is a legacélosabb, de... Na, mit tud kezdeni az újakkal szemben? Majd rám! Ó! Oh. Na, még egyet. Gyorsan reagált a kolléga. Hát, van még paralízis a világon. Mili, és megvan. Jó. Akkor most... elszenvedek némi sebzést. Miért, hogyha inkább paralizálnálak megint egy kicsit? Remélem bevált sárgára, és akkor a lást az telibe megy. Hát ez nem jött össze. Az a baj, hogy rozé zöld. Egész 3 millió. Ott a paralízis, az kell nekem. Na, elég gyors voltam? Szerintem nem voltam elég gyors. Ajaj, most elkapott. Nem baj, paralízis kisegít. És már max életen is vagyok. Utolsó meccs, lényegében egy erői csapat, és ennyit a paralízisről. Tankolni szeretne a kolléga. Neki is van plusz egy kék kártyája, de nekem is van. Ó, az egy paralízis volt. Na, az nekem pont kapóra jön. Vajon ki fogja menteni őt? Nem, oké. Ez csak adja nekem a draw speedet. Pont egy kék kártya. Nem baj. Nem jól reagálta le a helyzetet. Na, viszont én sem. Na, elfelejtette ő is, hogy újra éledek. Hajrá, Szatán. Ej, ej. Megint Rozénak kell remekelnie. Ah, szeretne elefet adni nekem. Én viszont szeretnék kék kártyát adni neki. Ez sajnos nem lehet így kikerülni. Nem baj. Meglehetősen hiány van. Mondom, hiány van Venisnek. Nem bánom az ultit ilyen kevés életre pazarolni, mert Rozénak jönnek az ultiai. Amúgy is van még két-két kártyám. Egy rásom. Bye-bye! Na hát ennyi volt, köszi szépen, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!